Igen, tehát ahogy az utolsó csepp vizet kiürítettük a PET palacból, ott onnantól kezdve ez az anyag, ez hulladék. Az első feladat az, hogy eltávolítjuk róla az etikettet, leveszük róla a kupakot, és utána egy háztartási zsugorítókészülékkel összezsugorítjuk, amely zsugorítás 98-92%-os térfogat csökkentést ér el. Utána egy inverz logisztikával, amelyet a Magyar Posta működtet, bekerül hozzánk ez az anyag, itt kiválogatjuk, színre válogatjuk, ledaráljuk, darálás után egy tisztító mosásnak vetjük alá, majd utána bekerül a feldolgozó sorba, ahol már granulátum vagy ipari termék lesz belőle. Ez a folyamat gyakorlatilag. Igazából ez a szintetikus anyag, amiből ugye újrahasznosítva készül a mez, amellett, hogy környezetbarát, illetve az újrahasznosítás miatt ugye fontos szerep van a környezetvédelemben. Emellett ez az anyag kell ahhoz, hogy azt a speciális szőlés technológiát elő tudjuk állítani, ami a játékosokat a mérkőzés közben minél jobban szolgálja. A trükk az gyakorlatilag a hajszálcsövesség ellen működik, ezt a technológiát már sok éve bemutattuk, hogy egy dry fit névre hallgat. Igazából a fő funkció az az, hogy a játékosok bőréről az izzadságot minél gyorsabban elvezesse és elpárologtassa. Futball Európa bajnokságon bemutatott mezekhez hasonlóan a Ferencváros mezében is benne vannak már ezzel a lézerrel vágott szellőzőrések, tehát ez még jobban segíti a játékosoknak a megfelelő hüvelyszartását nagy melegben. Szintén az Európa bajnokságon bemutatott mezekhez hasonlóan található a vár részen, a T-alakú varrásnál, egy szintén T-alakú olvasztás a varrás fölött, ami nagyban segíti a meznek a tartóságát, ugye megnöveli a szakító szilárdságát, és hát ahogy elhangzott, ugye a Ferencváros felirat és a Ferencvárosnak a jelmondatát jelképező három elvetű, ezt a fontosnak tartottuk, hogy belekerüljön ezzel is még egyedibbé téve a mezt a csapat számára. Yeah, I like it a lot. I think it's a very good-looking jersey and nagyon kedvelem. Jól néz ki, fitten tart, és úgy gondolom, hogy ez fontos. Tudom, nem a ruha teszi az embert, de egy jó szerelés növelheti az önbizalmat. No, of course we won't become better players because of this. A fotózás napján volt már rajtam, kimondottan kényelmes. Bár a mez nem lő gólt a mérkőzésen, sőt, nem is leszel jobb játékos tőle, de segít abban, hogy jól érezd magad a pályán, és ezáltal jobb teljesítményt nyújts. But the goal is to do better, and this jersey will help.